Tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. A mai beszélgetés címe Huxit helyett Huncut, avagy akkor most vagy ki vagy be, mármint az Európai Unióba-ból. Nem először futunk neki a témának. Ja, igen, először Ungvári Zsolt. Nem tudom, hogy ő találta el ki, de az ő írásában olvastam ezt a javaslatot, hogy ne Huxitnak nevezzük, tehát ugye Magyarország esetleges kilépése az Európai Unióból, a Huxit eddig legalábbis, ezen a néven emlegettük, a Hungary, ugye a Hu, meg az Exit, vagyis kiválás, kiárat szavakból összerakva. Ő azonban azt javasolja, Ungvári Zsolt azt javasolta egyébként egy szellemes írásában, hogy ez volt az utolsó biztosíték, ami itt kicsapott, bármint ez a 200 millió eurós büntetés azért, mert hát tartalmilag nagyon is teljesítjük azt, ami egyébként formálisan az Európai Unió törekvése, mármint hogy rendezetté tegyük a migrációt, ám különböző kifogásokra, tehát erről beszéltünk is, különböző jogtechnikai kihágásokra hivatkozva, 200 millió egyszeri büntetés, mármint euróban kaptunk, és napi 1 millió euróval növekszik majd folyamatosan ez az összeg, nagyszerű. Nyilván provokáció a új európai parlament felállása előtt, azért találták ki ilyen ügyesen ezt, hogy tovább fokozzák azt az űrzavarosban halászni, azt az űrzavart, ami lehetővé teszi, hogy a háttértárgyalások minél zavartalanabbul a mutyi, minél zavartalanabbul menjen végbe. De akkor a mai beszélgetést tényleg annak kellene szentelni, hogy valószínű ezt rendszeresen meg fogjuk tenni a jövőben is, tehát nagyjából egy fél évenként most jön majd a magyar elnökség, és ugye annak a mérlegét is érdekes lesz majd megvonni, és tényleg fél évenként egész biztos, hogy történik, hát különösen az előttünk álló Módfeld Kaldosnak érkező fél év során, olyan dolgok, amelyek mindenképpen felhívják a figyelmet arra, hogy jó, akkor fussunk neki még egyszer, gondoljuk végig az esetleges kilépésünket. Egy valamit mindenféleképpen rögzíteni kell, ezt tettük eddig is, amikor ezzel a kérdéssel foglalkoztunk, hogy ezt természetesen semmiféleképpen nem lehet indulatból megtenni. Indulatra bőve, ugye nincs, de igény volna rá, illetve hát nagyon is van természetesen, és azért van már, mint indulat, mert hogy igény van rá legalábbis az Európai Unió részéről, tehát szinte csak provokációval, folyamatos provokációval van dolgunk. És ezért kellene mindent megtenni annak érdekében, hogy mi viszont ne indulatból válaszoljunk. Ha indulatból válaszolnánk, akkor tulajdonképpen valóban már régen ki kellett volna lépni az Európai Unióba, de azért ne felejtsük el, hogy itt minimum 35 évről kellene beszélni, hiszen pontosan 35 évvel ezelőtt, igen, 89, ja igen, tehát a Katorzs ügye, tehát 89. július 14-én, amikor a francia forradalom 200. évfordulójára emlékezett párás szemekkel egész Európa, akkor határozták el, hogy ennek örömére megjutalmazzák a két élen járó a reformokban, mármint a globális SDS reformnak nevezett potenciális ország kifosztásában, legelőrébb járó országokat megjutalmazzák azzal, hogy egy segélyprogramot hirdetnek meg. Ez volt 35 év, azért ez engem is meg tud ütni, amikor ilyeneket elvégig gondolnunk, és igen, ez 35 évvel ezelőtt volt, 89-ben,
És hát ugyan ki lehetett volna a két élen járó ország, mint Magyarország és Lengyelország. Ez volt a híres FAR program, PH-val. Szeretik ezeket az akronímákat, betűszavakat, amelyek rövidítések, de önálló jelentése van. A PH, a FAR, a PH, a két első betű, az Polony-Hongri, mert ugye ez a francia rövidítés, vagyis Lengyelország és Magyarország gazdasági újjáépítését segítő program, ami tulajdonképpen egyrészt nevetséges összeg volt, az összeg 90%-a visszavándorolt az ő szakértőikhez, és ezek a szakértők többnyire azért jöttek ide, mert itt tanulták meg ezt az átmenetet, hatalmas fizetésekért szakértettek itt, hülyeségeket, liberális hülyeségeket fecsegtek, és ezt követően az itt szerzett tapasztalatokkal, kapcsolatokkal és információkkal magánbizniszt kezdeményeztek. Szóval dupla plusz jó, ezt hát pirulva kell bevallanom, ezt azért tudom ilyen pontosan, mert 1990 és 1990 négy között, mint a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának államtitkára, én voltam ennek a fásegélyprogramnak a, úgy hívták azt, hogy nemzeti koordinátor, tehát magyar részről egy államtitkár, és hát tulajdonképpen végül is az európai, akkor még tulajdonképpen, ja, 92-től, 93-tól hivatalosan unió, tehát az európai integráció részéről is egy államtitkár, mert ugye az úgy van, hogy a biztosok a miniszterek, és akkor egy ilyen biztos, pontosabban nem egészen, mert vannak ezek a főigazgatóságok, Direction General, DG, és ennek az egyik helyettese volt egy ír, a counterpart, tehát akivel állandó kapcsolatban álltam, katasztrófa volt az egész, most nem mennék részletekbe, tehát ne persze, én is csak rossz híreket tudnék ezzel kapcsolatban elmondani, de, és akkor most már tényleg térjünk a tárgyra, amit igazán végig kellene gondolnunk, az az, hogy azzal, hogy kilépünk, változna-e a geopolitikai helyzetünk, és erre a válasz sajnos egyértelmű nem, tehát attól Magyarország még ugyanott volna, geopolitikailag, tehát lényegében semmit, a geopolitikai függéseink, a hatalom gazdasági függéseink semmit nem változnának, és lényegében semmit nem változnának, mert ettől önmagában, hogy mi kilépünk az Európai Unióból, miért változnának. Még egyszer szeretném rögzíteni az előző beszélgetésekben, hogy egyáltalán nem vagyok Európai Unió párti, hanem a latolgatások mentén, én legalábbis eddig arra a következtetésre jutottam, hogy tulajdonképpen semmi lényeges változás nem menne végbe azzal, hogy kilépnénk. Tehát minden determináció, vagy geopolitikai determináció továbbra is vonatkozna ránk, és sajnos a globális hatalomgazdasági szivattyúk működése sem változna ettől. Tehát amit Magyarországról profitágon, a ideiglenesen hazánk területén állomásozó globális tőke profitágon, meg a hatalmas adóságunkból azért akárhogy is nézzük, tehát bőven 100 milliárd dollár felett van az államadóságunk, tehát az ebből adódó kamat kötelezettségek, illetve hát a kamat és árfolyam fegyverekkel való folyamatos kényszerítésünk ezen semmit nem változtatna. A különbség az, jó, most mondhatnánk, hogy így se jutunk hozzá, amiket megillető pénzhez, hát ez igaz. Akkor viszont, ha kilépünk, akkor formális jogosítványunk se volna erre. Így elvileg még van némi esély, hogy talán ezek az a, meg egyébként is a földalapú támogatás is azért ez nagyon lényeges, tehát az agrártámogatásokat azért folyamatosan kapjuk. A többi, tehát az egyéb összegekből kétségtelen, teljesen jogellenes módon azokat megtagadják.
tőlünk, tehát első ránézésben, amit rögzítenünk kell, az tehát az, hogy a geopolitikai meghatározottságok, illetve a globális kifosztó szivattyúk működése attól, hogy kilépnék az európai, tehát Huxit helyett Huncut. Ja, még a Huncuthoz annyit érdemes hozzátenni, de hát biztos ti is olvastátok, egyébként tényleg szellemes, hogy ugye a cut, ez a cut, ez a az angolban azt jelenti, hogy levágni, tehát ugye, hogy levágjuk hunnia, levágja magát az európai integrációról, Huncut. Egyébként a nyelvészek szerint ez a Huncut szavunk, ami tulajdonképpen végül is egy ilyen kedves, ugye Mátyás király meséjében mondja a juhász, hogy Huncut az, aki a kanalát meg nem eszi, mert ugye ő végül is a kenyérhéjával mérték, mert nem kapott kanalat, és a kenyérhéjával merte ki a leves, majd utána azt szépen megette, és kijelentette, hogy Huncut az, aki a kanalát meg nem eszi, és persze Mátyás király megjutalmazta az okos, a Huncut és okos juhászt, szóval nyelvészek kiderítették, hogy ez a Huncut azért is, tehát valóban teli találat, elfogadom, mármint a kifejezés a európai integrációból való kiválásra. Eredetileg egy elég obszén német kifejezés volt, Hundfut volt az eredete, nagyon csúnya, úgyhogy nem is idézném, nagyjából gondolom kutyáról van szó, tehát el tudjátok képzelni, hogy milyen obszén lehet, de aztán a magyar nyelvben ez inkább a furfangos, a szellemességnek, furfangosságnak, mint Mátyás király juhásza, a szinonimájába, tehát igazából egy kedveskedő kifejezés, az agyafurtságnak a valamiféle szinonimája. Akkor visszatérve az alapkérdésre, amit végig kellene gondolnunk, az az, hogy ráadásul egy ilyen döntést most egy olyan helyzetben kellene meghozni, amely minden szempontból olyan globális, illetve európai helyzetben, ami minden szempontból tökéletesen kiszámíthatatlan. Ezért nem tudjuk azt, hogy ha mi, tehát a saját kezdeményezésünkre alapvető változást próbálunk véghez vinni, legalábbis, hát nyilván mi már ezt reméljük tőle a geopolitikai státuszunkban. Sajnos, ahogy említette, én legalábbis úgy látom, hogy a geopolitikai determinációk attól ugyanúgy vonatkoznának ránk. A lényeg tehát az, hogy ráadásul ezt egy olyan helyzetbe kellene meghozni, ahol rendkívül bizonytalan az európai helyzet, tehát Európa jövője is, meg a globális hatalmi rendszer jövője is. És ezt érdemes újra és újra végig gondolni, csak hogy a leglényegesebb mozzanatait újra felelevenítsük. Szinte minden beszélgetésünk erről szól, de éppen ezért érdemes szinte minden héten újra megfogalmazni a változások tükrében, hogy tehát zajlik a harmadik világháború, amelynek még meg se nyílt a fő frontvonala, ami nyilván a hanyatlóban, szétesőben lévő amerikai birodalom és a feljövőben lévő kínai birodalom között fog megnyílni. Fogalma sem lehet senkinek se, hogy mi lesz ennek, egyáltalán hogy fog végbe menni ez az összecsapás, és mi lesz a következménye. Egyelőre a kereskedelem, a pénz és a média, tehát a három közvetítő, tehát ez egy soft háború, mármint az a része, az a frontvonala, ami véres háborúként egyelőre meg sem nyílt. Hát ha nagyon reménytelien tekintünk a jövőbe, akkor azt kéne remélnünk, hogy nem is lesz, mármint hogy véres frontvonala ennek a csendes óceáni összecsapásnak Amerika és Kína között, de hát sajnos egyelőre legalábbis ennek inkább növekszik a valószínűsége, és teljesen érthető, hogy az amerikai birodalom abban érdekelt, hogy egyfelől Európa
a maga az Európai Unió ingyen folytassa az ő háborúját itt Oroszország folyamatos meggyengítésére, mert Ukrajna egy semmi ebben a kérdésben. Ukrajna egyszerűen csak egy lőtér, amely alkalmasnak bizonyult arra, hogy folyamatosan gyengítsék, lekössék és gyengítsék Oroszországot. Az eredeti cél nyilván az volt, hogy hát ha összeomlik ez a rezsim, és Oroszország újra kifoszthatóvá válik, de hát ez nagyjából egy év alatt kiderült, hogy ennek semmiféle alapja nincs, ma meg aztán teljesen egyértelmű, tehát nyilván Amerika kihátrál ebből, de azt nagyon jó néven veszi, ha a hülye Európa ingyen, és láthatólag a hülye Európa valóban önként és dalolva, és ingyen vállalja azt, hogy az amerikai birodalom Európára nézve öngyilkossággal felérő háborúját ingyen folytatja itt Oroszország ellen. Tehát az a négy zónára való szétesése és esetleg egy nagyon-nagyon elhúzódó belháborúhoz vezető káosza Európának, a széthulló Európának, amiről már beszéltünk néhányszor, de ennek kapcsán is újra kell gondolnunk, mármint az esetleges Huxit vagy Huncut kapcsán is végig kell ezt gondolnunk, hogy egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy Európa négy hatalmi zónára esik szét. A német meggyengülés, a német birodalom és az orosz birodalom meggyengülése, de most főként látványosan a német birodalom gyengül meg, bár azért folyamatosan gyengül az orosz birodalom is, bírja a háborút persze, de hát azért, ha most már kölcsönösen egymás kivéreztetésére játszanak, akkor hát akárhogy is nézzük, azért Oroszország lassú meggyengít, nagyon lassú, persze nem, összeomlani nem fog, de nagyon lassú meggyengítésének egyelőre legalábbis nagyobb az esélye, ha csak magával az egész nyugattal nem történik valami, mert ami most zajlik, az nem csak egyszerűen, de ez aztán szinte kezelhetetlenül bonyolultá teszi a kérdést, az nem egyszerűen a 100 évenként bekövetkező világbirodalomváltás, hogy összeomlik Amerika, mint világbirodalom, és akkor helyette majd jön valaki, vagy nem jön, de nem lesz 7. birodalom a portugálok óta, hanem valami olyan világegyesség, amiben nem 100 évenként uralkodó birodalmak játszák a főszerepet, hanem valami sokkal komplexebb egyességrendszer, de ennek miben létéről egyelőre semmit nem tudunk, ráadásul, és ez még tovább bonyolítja ezt a helyzetet, illetve teszi még bonyolultabbá az esetleges kilépésünket, az pedig az, hogy ez nem csak egyszerűen az amerikai birodalom összeomlását jelenteni, tehát világbirodalomváltás, az is éppen elég súlyos következményekkel járna, hanem a nyugat 500 éves, most már több mint 500 éve fennálló globális uralmának a végét is jelenthetné. Na, azt meg aztán végét nem tudjuk értelmezni. Azt látjuk, hogy van egy világméretű lázadás, a nyugat ellen, a nem nyugat részéről, amit szoktak globális délnek nevezni, mint leginkább a West and the Rest alapján, the Rest, tehát a Restli, a világ nyugaton kívül nem nyugati többi része, és most már intézménye is van a BRICS személyében, és ez még tovább bonyolítja ezt az egyébként is éppen elég kaotikusan bonyolult helyzetet. És ezek azok az alapvető kérdések, amelyeknek a végig gondolása nélkül, pláne ezt indulatokra építve, hát nem volna túlságosan bölcs dolog kilépni az Európai Unióból. De még pillanatra visszatérve arra, hogy az amerikai birodalomnak nyilván az az érdeke, hogyha valóban elkezdi akár a véres háborút Kínával, akkor Eurázsia nyugati perifériája, mert legyünk őszinték, szóval Oroszország, európai része, meg egész Európa, az valójában az amerikai birodalom számára csak Eurázsia nyugati perifériája. Tehát neki az nagyon jól jönne, hogyha a két riválisa, az orosz meg a német birodalom, amelyek végül is meghatározzák Európa hatalmi dinamikáját, azok folyamatos háborúban, kétszer már sikerült világháborút provokálnia a németek és az oroszok között, most nyilván harmadszor is úgy gondolja, hogy sikerülhet, és ez
alapvető és eminens érdeke marad a következő, hát ki tudja hány évtizedben is, amíg fennáll az amerikai birodalomnak, és nyilván egy ilyen helyzetben azért nagyon óvatosan kellene, és nagyon alaposan meg kellene fontolni minden lépést. Még egyszer mondom, nem zárhatjuk ki, hogy kell kezdeményeznünk, akár viszonylag rövid időn belül, néhány éven belül az Európai Unióból való kiválást, de ezt csak akkor tehetjük meg, ha érezzük, látjuk, és ez nem csak tudás, hanem intuíció is kellene, hatalmas képzelőerő, hogy magunk elé képzeljük, hogy milyen lesz a világ a következő egy-két évtized során. Európa tehát szétesőben van, 4 hatalmi zónára, erről már beszéltünk néhányszor, a meggyengülő német birodalom és a meggyengülő orosz birodalom, és ehhez képest, hát ha a német birodalom meggyengül, a franciák számára ez végtelen öröm, ráadásul ott most azért talán jelentős átrendeződés is megy végbe, tehát a francia birodalom elég jelentősen átalakul, és eufóriaként éli át ősi riválisának, a német birodalomnak a meggyengülését, és nem véletlenül hangsúlyozza egyre határozottabban, hogy ő Németországgal szemben atomhatalom. És hát az az eufória, amit az egyre őrültebbé váló lengyelek átélnek, az meg még ennél is nagyobb, mert ők meg azt tapasztalják meg, hogy mind a két ősi riválisuk, a német és orosz birodalom is meggyengül, és ez valami hihetetlen hatalmi ambíciókat már-már az őrülettel, a hisztériával határos a kelet-európai kisállamok nyomorúsága, írja erről Bibó István, hoz létre ebben a zónában. Tehát ez az Európa szétesése, tehát 4 hatalmi zónát hozott már is létre, önmagában a francia atomhatalommal bíró, és az önmaga megerősödését vizionáló birodalmat, különösen afrikai háttérrel, a szétesőben lévő, és hát a latin Európa azért nagy valószínű ide csatlakozik, a meggyengülő német birodalom, ami húzza vagy rántja magával részben a Benelux országokat, részben az északi országokat, Dániától, a Svédországig és Finnországig, meg persze nyilván Ausztriát, valamilyen módon hatással van nyilván Svájcra is, tehát ez a meggyengülő németség 100 milliós népességét tekintve azért az európai németség meggyengülőben, káoszba hullva és szétesően, a mámorosan feljövőben lévő lengyel dominanciájú, a Baltikumtól a Balkánig tartó új birodalom, Cordon Sanitaire, ugye volt már egy ilyen, amelyik majd vállalja, hogy ő katonailag és mindenféle értelemben totálisan elszigeteli Oroszországtól, hiszen az egy beteg járvány terjesztő, ugye erre utalt a Cordon Sanitaire. Tehát csúcsra járatott a hisztéria, és egy ilyen szörnyállam, ahogy beszéltünk róla, nem volna túlságosan egészséges Magyarország számára egy ilyen szörnyállam felemelkedése, aminek központi magja a lengyel-litván personál unió, királyság az egész Baltikummal, a feldarabolt Ukrajnával, ami abszolút lengyel dominancia, hát ki másnak a dominancia, alatt válna valójában a globális, mert hát értelemszerűen globális hatalomgazdaság uralkodik, valaha létezett talán, amennyiben egyáltalán létezett Ukrajna nevű országban, és hát szíves örömest most a NATO történetének legnagyobb katonai bázisát hozzák létre éppen Romániában. Románia aztán meg végtelen kéjjel csatlakozik mindehhez, mindez életveszélyes Magyarország számára, tehát geopolitikailag nem változna a helyzetünk, pontosabban ettől a 4 zónára hasadó és esetleg egy 30 éves háború poklába süllyedő Európában, ezektől a fejleményektől, amikről az imént beszélte, katasztrofálisan romlana a helyzetünk. És persze adódik egy lehetőség, miután erről is beszéltünk már néhányszor, miután Kína
önálló tart, európai tartományává tette Görögországot, és tulajdonképpen teszi az egész Balkán Szerbiával az élen, és hogyha ehhez csatlakozik a volt monarchia, hát Magyarország egyértelműen már csatlakozott is, Szlovákia is hajlik nyilván erre, Ausztriának meg aligha lesz más választása, ha nem akar ő is a meggyengülő németség és a feljövőben lévő lengyel dominanciájú katasztrofális szláv birodalom malomkövei között összeomlani, akkor ő is csatlakozik ehhez. Sok szempontból szürreálisnak gondolhatjátok ezeket a jövővíziókat, de az elmúlt két-három év tükrében, gyerekek, szóval mi volna ugyan, milyen jogalapunk volna bármire azt mondani, hogy ez szürreális vízió, na ez egész biztos, hogy nem következik be. Tehát még egyszer mondom, latolgassuk az Európai Unióból, akár Huxit, akár Huncut, kilépésünket, de ésszel éljünk, mert a legfontosabb most az, hogy bármi történik a világban és Európában, mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a Mohács és Trianon után potenciálisan minket fenyegető harmadik és mindent szétzúzó nemzeti katasztrófa semmilyen módon ne következzen be. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.